Köszöntök mindenkit itt a ma esti digitális témahét webináriumon. Ma két korábbi digitális témahét díjazott pedagógus kolléga fog előadást tartani, mindketten Suli Network díjas tanárok, és elsőként Klacsákné Tóth Ágota, és a második előadóként pedig Nemes Nagy Erika fog előadni, és nem is rabolnám én ezzel az időt, hogy elmondjam, hogy miről fognak beszélni, hanem át is adom a szót Ágotának, ő lesz az első előadó. Mindkét előadás körülbelül fél órás lesz, így terveztük a ma esti Szeretettel webináriumot. Szeretettel köszöntök mindenkit. Sok ismerős látok itt a résztvevők között, akik nem ismernek. Én Klacsákné Tóth Ágota vagyok, Budapesten a 20. kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnáziumban tanítok. A gimnáziumi tagozaton matematikát, fizikát és informatikát, és 5.-től 12. évfolyamon robotika szakkört tartok. A tavalyi digitális témahét projektjéről szeretnék beszélni, illetve kedvet csinálni azoknak, akik ilyenbe még nem vágtak bele. Megosztottam egy linket, ez a link a Nemzeti Köznevezési Portálra visz, ott a projekt összes anyaga letölthető, tehát a projekttervtől kezdve az összes értékelőeszköz, illetve feladatlap szerkeszthető módon letölthető és szabadon felhasználható. Ennek a rövidített linkjét ide is feltettem. Kicsit a projekt előéletéről. Mi 2010-ben szerveztünk először témahetet, akkor még nem digitális témahetet, hanem jó sokaknak ismerős egy bizonyos TÁMOK 3.1.4 pályázat, ami előírta ennek az akkor újszerű tanulási formának a végrehajtását. Különböző témákban azóta nálunk rendszeresen megszervezésre kerül, ez mind a természettudományi, mind a humán területeken. Bekerült az iskolánknak a pedagógiai programjába. Így módon egy évben többször is kapunk 3 napot, amikor csak a diákokkal foglalkozunk. Valamennyi projekt, amit itt láttok, elsősorban természettudományi projekt, de sok más tantárgyat is felölelt, és ahogy egyre több ilyen témahetet szerveztünk, egyre inkább alakult ennek a módszertana, hogy mi a hasznos, hogyan érdemes szervezni, és azt gondolom, hogy most már eléggé letisztult, és az iskolában egy elfogadott módja a tanításnak, a gyerekek is nagyon szeretik, hogy érdemes belevágni. Mint látjátok, a vízzel kezdtük, ez a biológia, földrajz, fizika, kémiát kapcsolta bele, az autóval kapcsolatban már nagyon széles körű az útvonaltervezéstől kezdve az autó fizikai működése, illetve valamennyire, mivel gimnazistákról vannak szó, mert a jogosítvánnyal kapcsolatos dolgok is. Az űrállomás az kétszer is volt, az annyira népszerű volt, hiszen az egy olyan nemzetközi vívmány az emberiségnek, ami a nyelvektől kezdve mindenféle területet érint, abba is érdemes belemenni. Nagyon tetszett a gyerekeknek a természeti, tehát a találmányok is, minden olyan találmányt összegyűjtöttünk, ami valamilyen módon valami természeti jelenséghez, növényhez, állathoz, vagy egyáltalán az ember onnan vette annak az ötletét, hogy elkészítette. Kicsit furcsa címe van a hadtörténelemnek. Ez hát azért ez a címe, mert ez ilyen jól hangzik, de egyébként minden, ami a fegyverekkel, védekezéssel, támadással kapcsolatos, beleértve azzal, hogy az immunrendszerünk, a betegségek, a különböző vírusok, a különböző robbanó és egyéb fegyverek, és egész ugye a humán területeken, hogy melyik háborúban ennek milyen jelentősége volt. Hatalmas témát ad a látható-láthatatlan, ahol a nagyon kicsi, alig látható dolgoktól, egészen az elektronmikroszkópon keresztül a világegyetemig eljutva kutakodtunk. Itt olyan digitális lehetőségeket találtunk, hogy például egy Cambridge-i nanolaboratóriumhoz tudtunk csatlakozni, illetve egy távcsövet tudtunk bérelni,
mégpedig a Hawaii-szigeteken, ahol egy oktatási projekt keretében lehetőség van erre, hogy egy fél óráig oda irányíthattuk a világűrbe, ahova csak szerettük volna. A Hullámok Világa projekt az első olyan, ami a digitális témahéthez kapcsolódik. Ez egy mintaprojektje volt az első digitális témahétnek, amit én dolgoztam ki, és értelemszerűen tavaly meg is valósítottam. És volt még egy a mozgással kapcsolatos 9-es projekt, aminek az És mégis mozog címet adtam. Ezeket azért meséltem el, hogy talán valakinek ötletet ad, hogy a témahéten esetleg valami hasonló témát fel tud dolgozni. A témaheteket nagyon alapos tervezés előzi meg. Alapvetően már szeptemberben elkezdjük ezt olyan szinten szervezni, hogy melyik osztályban, melyik tanároknak a bevonásával történik a tervezés. Kiválasztjuk a tanulócsoportot, és a tanulócsoport megfigyelése alapján választjuk ki a témát. A velük való beszélgetés, megfigyelés az nagyon fontos alapja a dolognak, hiszen így látjuk, hogy a gyerekeknek milyen előzetes tudása van, mi érdekli őket, mi foglalkoztatja őket, illetve milyen fejlesztésre van szükségük. A 21. századi készségek közül mindig választunk néhányat, ami hangsúlyosan kerül feldolgozásra. Itt most ezt az ötöt választottuk. Az önszabályozás volt talán a legfontosabb, mert ebben a tanulócsoportban ez egy 11-es osztály, akik nyelvi előkészítősök és 28-an vannak. Nagyon nehezen megy az önszabályozás, nehezen szervezik meg a feladatokat, nem tudják tartani a határidőket, nehezen tudják rávenni magukat a munkára, és általában a közös munkára is, ezért az együttműködést is a súlypontok közé helyeztük a másik hárommal együtt. A tanulócsoportnak a sajátossága, tehát nyelvi előkészítő osztály, azt jelenti, hogy nagyon-nagyon magas olaszámban tanulnak angolt, ezért az angol nyelvet a természettudományok mellett bevontuk a projektbe, hiszen jó, hogyha látják, hogy ezt a tudást, amit már 11-re megszereztek, azt önálló ismeretszerzésre is képesek felhasználni. Ugyanakkor nagyon nem szívesen olvasnak, gyenge volt a szövegértésük, és nem szeretnek számolni, ezért ezeket a készségeket is belevettük, és ahogy említettem, az önálló tanulásra is probléma volt. Ha az érdeklődésüket tekintem, akkor szinte minden szünetben lát az ember az osztályból 3-4 gyereket ülni és rajzolni, folyamatosan fotóznak, ezeket meg is osztják, nem csak szelfiket, hanem mindenféle érdekes dolgokat. Illetve volt egy része az osztálynak, aki már belekóstolt a programozásba, és tekintve, hogy annyira tetszett nekik, gondoltam, hogy a többiekkel is megismertetjük. A projekt felületének egy digitális jegyzetfüzetet választottam. Nyilván sokan ismerik az Office 365-nek a OneNote osztályjegyzetfüzetét. Ide alakítottam ki a tananyagot. A tartalomtárba, ami csak a tanárok által módosítható terület, kerültek a fő tudnivalók, a három fő feladat, a vezérlés, a számolás, a vizualizáció és az értékelés fül, illetve az együttműködési felületre kerültek a csoportfelületek, illetve azok a közös felületek, amiket közösen kellett kitölteniük. Például ugye a feladatok végrehajtásának tervezése. Ugyanis nem volt 7 csoportnyi eszközünk, például akkor mikrobitunk is csak 5 volt, vagy legorobot csak 2, és gyerekeknek a itt látható táblázat segítségével be kellett osztani, hogy a 3 napon durván 15 órányi időtartamba melyik feladatot, melyik időtartamba óhajtják végrehajtani, ezáltal is elősegítve az, hogy nekik kell megtervezni a munkájukat, és minél jobban megtanulják ezt a bizonyos önszabályozást. Saját magamnak is készítek mindig egy ilyen előkészítő ellenőrző listát, mit kell a projekt előtt megcsinálnom, mi a teendőm a projekt során, illetve utána. Látható, hogy előtte jóval több teendő van, mint aztán később. Ez mindenképpen még sok tapasztalat esetén is fontos, és mert akkor így nem marad ki semmi. A projektek, illetve általában itt a témátekről is gondolkodunk, akkor legfontosabb részének az értékelést tartom, hiszen ez egy olyan tanulási forma, amit nem lehet csak úgy értékelni, hogy iratunk egy dolgozatot, lepontozzuk, mert már 30 éve ezt csináljuk, hanem
ebben a három csoportban, ahogy itt feljegyeztem, meg kell nagyon pontosan tervezni az értékelést. Először is, hogy a projekt munka megkezdése előtt mi történik. Itt ugye az előbb említett megbeszélés alapján azt láthatjuk, hogy ilyenkor meg lehet tapasztalni, hogy a gyerekek milyenek, illetve pont ugye, ha testre tudjuk szabni a projektfeladatokat. Ide tartozik az előzetes tudásfelmérés, amit itt majd látni fogtok, hogy minden egyes feladatnál egy online kérdőívvel ellenőriztem, azok abból a célból is, hogy a szövegértésüket ellenőrizzük. Nagyon fontos, hogy mi alatt a tanulók a projekten dolgoznak, és a tanulási folyamat során is olyan értékelő eszközök álljanak a gyerekek rendelkezésére, ami alapján önállóan tudnak dolgozni, illetve pontosan tudják, hogy hol tartanak a feladat elvégzésében, esetlegesen azt is, hogy jó-e, amit csináltak. Ehhez itt kettőt emeltem ki. Az egyik egy ellenőrző lista. Valamennyi feladatnál egy úgynevezett ellenőrző listát szúrtam be, ami a OneNote-nál címkézéssel, aminek az elején láthatóan egy ilyen jelölő négyzet található, amit ők online egy kattintással ki is tudtak pipálni. Apró részfeladatokra bontottam, és ez alapján a gyerekek, azok értelemszerűen, hogyha ezen végig mennek, akkor minden egyes feladatot megoldanak, és nem is kérdés, hogy akkor jó a feladat megoldásuk. Ez az ellenőrző is a tanárnak is nagy segítség, mert a gyerekek a munkavégzés során, tehát 3 napban ugye szabadon voltak engedve, hogy pontosan mikor milyen feladatot végeznek, a tanár rálát, hogy melyik feladatnál melyik csoport pontosan hol tart. Előre kigondoltam azt, hogy a megértést milyen kérdésekkel ellenőrzöm, illetve amikor az önálló munka halad, akkor tulajdonképpen tanulóknak kell dolgozni. A tanárnak ilyenkor már nagyon könnyű dolga, ugyanakkor egy nagyon különleges helyzete van, ugyanis meg tudja figyelni, hogy a tanulók hogyan gondolkodnak, hogyan dolgoznak, amire másfajta tanulásszervezésnél ritkán van mód. A csoportbeszélgetések kérdéseit is általában előre végig gondolom, és célzottan a 3 nap alatt folyamatosan minden csoporttal együttműködve ezt ellenőrzöm. A másik ilyen értékelő eszköz az áttekintő táblázat. Itt a projekt legvégén az elkészített munkákról a csoportoknak egy beszámolót kellett készíteni. Ehhez már a projekt első napján kaptak egy áttekintő táblázatot, ami tartalmazza a szempontokat, illetve a szempontokhoz tartozó szinteket, így pontosan tudták azt, hogy hogyan kell erre felkészülni, és milyen értékelést kapnak. A projektmunka befejeztével ellenőriztem az együttműködést, ez online teszt volt, kritikai gondolkodást, itt láthattátok ezt az előző úgynevezett áttekintő táblázatot, és egy összesítő táblázat alapján kaptak a csoportok végleges pontszámot. Az együttműködést elősegítve, illetve korábbi évek tapasztalata alapján a téma hétnek tehát nem volt soha szoros időbeosztása, éppen ezért a szünetekben általában mindenféle más osztálytanulói megjelentek azokban a termekben, ahol a munka zajlott. Ezt kihasználva, és hogy a kommunikációt, együttműködést elősegítsük, pluszpontot adtunk, ha egy feladatot, illetve egy új ismeretet elmagyaráztak valamilyen külsős személynek, illetve ha a másik csoportnak. Így módon akaratlanul is egyes csoportok egyes témának a szakértőjé váltak, és el tudták magyarázni azoknak a csoportoknak az ismeretanyagot, például a programozást, vagy a 3D nyomtatással kapcsolatos ismereteket, amiben esetleg a másik csoport kevésbé volt járatos. Ez a rész egyébként nagyon tetszett nekik, és ez nagyon hasznos volt az együttműködés elősegítése érdekében. A feladatlapokról. Törekedtem arra, hogy a feladatlapok önálló tanulásra alkalmasak legyenek, ezért azonos szerkezetűek voltak. A OneNote felületen lehetőség van címkéket elhelyezni, valamennyi feladatlap ugyanolyan szerkezetű volt, ami először tartalmazta azokat az információkat, amik szöveges, vagy videós, angol, vagy magyar nyelvű információk, amik szükségesek a feladathoz.
Ezt még általában még egy kis olvasnivalóval megtoldottam, illetve külön blogban voltak a szemléltető videók, képek. Majd ezt követték azok a bizonyos előzetes tudást mérő online tesztek, ami alapján vissza tudtak emlékezni, hogy mit olvastak, mit láttak, elősegítve ezzel a szövegértésük fejlődését. Ezt követte a konkrét feladatismertetés, rögtön közvetlenül kiemelve a feladat megoldásának egyértelmű meghatározása. Ez a három, mint látjátok, szintén egy ilyen jelölőnégyzettel ellátott blokk, ami azt jelenti, hogy itt ők jelölték azt, hogy hol tartottak, ez már készen van, vagy nincsen, és minden esetben valamilyen érdeklődéssel kapcsolatos tudatbővítési lehetőséget adtam nekik. Most egy kicsit kimegyek ebből a prezentációból, és szeretném megmutatni, hogy a valóságban ez hogyan is nézett ki. Ez az a bizonyos jegyzetfüzet, ami nagyon alkalmas arra, hogy az ilyenfajta projektet irányítsuk, hiszen minden egy helyen van, mindent ugyanoda kell beadni, minden információ itt található meg, mindenki hozzáfér, akár otthonról is, hiszen ez egy online felület, és akkor csak ezt az egyetlen hozzáférést kell nekik ismerni. Ez tehát egy tartalomtár, ide a tanárnak van joga írni, ide kerültek a főbb tudnivalók, a digitális témahétnek egy vezető beszélgetésére vonatkozóan. Itt találták meg a csoportbeosztást, itt találták meg azt a plakátot, amire dolgozniuk kellett. Itt látjuk három egyértelmű különböző színnel ellátva a különböző csoportokba tartozó feladatokat. Itt láthatjuk, hogy a feladatok felépítése ugyanolyan. Itt találjuk a címkézéssel és azonos színezéssel ellátott blokkokat. Itt látjuk a videókat, amik segítik a megértést, majd a konkrét tesztet. Ez egy Microsoft Forms teszt, ami online üzemmódban, ahol ő dolgoztak, itt megjelenik, tehát innen erről a felületről a teszt kitöltéséhez sem kellett kimenniük. És akkor itt vannak a konkrét feladatok, és hogy kell ezt beadni, valamint minden esetben valamiféle értékelés és érdekesség. Minden egyes feladat ugyanolyan módon ugyanúgy lett kidolgozva. A feladatok rendkívül sokrétűek, különbözőek, különböző nehézségűek. Így módon ugye csoportok, a csoporton belüli munka megosztás során választhattak képességeik szerint, illetve tanulási stílusuk szerint is feladatot. Ugyanide került fel az értékelés. Itt található az összes feladatlap ellenőrző listája, a különböző kérdőívek, áttekintő táblázatok, ezek rögtön már ugye a témahét kezdetén mindenkinek rendelkezésére álltak. A felület másik része az együttműködési terület, amin minden egyes csoportnak van egy külön füle, illetve van egy olyan közös, amit már említettem, hogy itt tervezték meg, hogy melyik csoport, melyik feladatot, melyik időtartamban, melyik napon fogja végrehajtani. Aztán a csoportfelületen láthatjátok azokat az összesített ellenőrző listákat, amin jelölték, hogy melyik feladat megoldásában hol tartanak, mi az, ami már készen van, és ide töltötték fel a csoportnak a végső produktumát, azt a bizonyos plakátot, amiről a beszámolót készítették. A jegyzetfüzetnek van még egy tanulói része is, minden egyes gyereknek van egy önálló kis füle, amit csak ő és a tanárok látnak, ide gyűjthettek információt, ebbe én nem néztem bele, a csoportnak kellett egy produktumot leadni, de mindenképpen egy olyan hely, ahol csak a saját dolgait tehette a gyerek. A projektben, ami szintén, ugye, mint mondtam, letölthető az NKPE oldaláról, minden egyes ilyen említett értékelőeszközt, illetve segédanyagot egy link segítségével le lehet tölteni, mégpedig kétféle módon. Lehet egy Word dokumentum, ami értelemszerűen szerkeszthető,
illetve maguk az Office 365 dokumentumok is jelen vannak, tehát az Office 365 Forms links, illetve a OneNote lapok is, amit egy az egybe esetleg be lehet importálni a saját jegyzetfüzetbe, hogyha ezt valaki szeretné felhasználni. Részletesen le van írva az értékelési összefoglaló, minta van ez a bizonyos tanári ellenőrző lista, a felület használatáról is említést teszek, aki esetleg kevésbé ismeri, és akkor egy kicsit a feladatokra tekintünk rá. A feladatok három csoporton keresztül mentek. Az egyik a vizualizáció, a rajzolás, fotózás miatt, a másik a vezérlés, a programozás miatt, a harmadik pedig a számolási nehézségek kis nagyobb szintre történő fejlesztése miatt. Mindhárom téma az egy időutazást jelentett, aminek bizonyos pontjait megadtam én, de az eleje és a vége hiányzott. Ez azt jelenti, hogy az elejére és a végére tanulóknak kellett valamiféle tartalmat létrehozni, hogy mi volt a múltban, illetve mi várható ezen a területen a jövőbe. Értelemszerűen már a jelen is mindegyik témakörnél, mindhárom témakörnél a digitális világban van. Nagyon sok olyan eszközt használtunk, ami már ide tartozik. Ezt a plakátot én készítettem a Canva alkalmazással. Ezt is le lehet tölteni akár szerkesztett változatban, PDF-ben, illetve megosztottam online is szerkesztésre, ha esetleg valaki át szeretné szerkeszteni. És akkor rövidebben a feladatokról. A számolással kapcsolatban kezdtük azzal, hogy számolórudokat készítettek, a napi évféle számolórudokkal kellett kis farudacskákkal megtanulni szorozni, majd logarléccel, itt előkerestem három logarlécet, hogy egyáltalán azzal, hogy szorozni, kicsit becsüljék azt, hogy számológépük van, mert nem teljesen tudják értékelni. Megtanultak legalább szorozni, osztani viszonylag egyszerűen. Aztán vizsgáltuk a számológépeket, hiszen valamennyiüknek számológép van a táskájukban, amik azonban nagyon nagyot fejlődtek a 70-es évektől kezdve. Ezt a fejlődést végig kellett követniük, hogy milyen funkciókban bővültek, pontosan most már mit tudnak ezek a számológépek. És láthatták, hogy vannak olyan számológépek, amik már akár egy matematikai eljárást is végre tudnak hajtani, akár egy egyenletet meg tudnak oldani. Éppen ezért belementünk abba is, hogy készítsünk egy önálló alkalmazást egy matematikai probléma megoldására. Az App Inventor alkalmazásával mobiltelefonra applikációt készítettek, nehézségi szinttől függően. Volt, aki már ismerte, volt, aki most ismerkedett vele, de nagy örömmel készítettek mobil alkalmazást. Aztán tovább léptünk, hiszen van egy olyan Wolfram Alpha nevű kereső alkalmazás, ami tulajdonképpen egy matematikai keresőmotor, és automatikusan rengeteg algoritmus alapján különböző megoldásokat ad matematikai problémákra. Be kellett is írniuk ismert problémákat, és megnézni, hogy milyen válaszai vannak ezen, értékelték, hogy ez mennyire jó, ez a válasz, mit tud, amit esetleg ők nem tudtak, illetve hogyan lehet ezt használni. És akkor a jövőt kellett értékelniük. A következő témakor a vezérlés, ahol először is ugye a lyukkártyás információtárolással ismerkedtünk meg. Ehhez egy jelzőlámpa modellt kellett készíteniük, ami egy pénztár papírszalag segítségével szabályozta az áram meglétét, illetve hiányát, és így módon zseblámpaizzókat irányított. És ha már itt tartottunk, akkor a mikrobiteket is bevontuk ebbe, és egy 3D nyomtatóval elkészített kis jelzőlámpát ezzel a mikrobittel már digitálisan vezéreltek. Aztán ugye az automatizálásnak egy fontos állomása az, hogy a gép már jeleket ad és szenzorok alapján valamilyen módon dönt. Itt a Lego robotnak azt az érzékelését szerettük volna, amit esetleg úgy mondunk, hogy látás, valamilyen módon színeket
kellett felismertetni, illetve a látás funkcióját kipróbálni, mennyiben hasonló az emberi látáshoz, mi az, amit többet tud, mi az, ami kevesebbet. Harmadik témakörünk a vizuáció volt. Hát az ember az általában elég régóta megörökíti a valóságot, de az, hogy a képet valamilyen módon rögzítjük, az, hogy először egy lyukkamerával történt. Nagyon egyszerű kísérlet, ugye, de ők nem ismerték, és megdöbbentek, hogy egy-egy papír, pauzpapírral is képet lehet létrehozni a régi, még ugye a hagyományos fényképezőgép működése elvét megismerve. Ezt követően már nagyot ugrottunk a fénykép, a mozgókép, illetve a digitális kép rögzítésig. Egy rövid ismertető után nekik videót kellett készíteni, mégpedig egy sötét háttér előtt történő selfie videót, vagy egy kémiai kísérletet is készítettek. Ugyanis ez egy előkészítő feladata volt a következő feladatnak, miszerint a képek ma már virtuálisan is előállhatnak, akár háromdimenziósan, ugyanis ebből a videóból ők egy 3D-s hologramot készítettek. Itt látható például az egyik fiú bemutatkozik, a PowerPoint segítségével készített, ugye négy részre osztható, négyféle helyzetben megjelenő videó segítségével. A vizualizáció egy fontos állomása volt az, hogy megismerkedtek a 3D modellalkotással. Előtte még, bocsánat, még egy virtuális valóság szemüveget is készítettek. Ezt papírból, fizika szertárban megtalálható lencsék segítségével. És ezzel olyan tartalmakat kerestek, ami elég sok feltölthető az interneten, amit aztán a későbbiekben, esetleg az oktatásban fel lehet használni, így nagyon sok videót megnéztek, és például múzeumokról találtak nagyon érdekes, amit egyébként elég nehéz lenne elmenni, meglátogatni videókat. És akkor ezt követte a 3D nyomtatás, illetve modellalkotás, a Tinkercad programmal ismerkedtek, és egy olyan betűkockát kellett készíteniük, ami a csoportársak három tagjának kezdőbetűjét tartalmazza, hogyha a megfelelő irányba fordítjuk. Ez egy érdekes és kreatív feladat volt, ugyanakkor nagyon-nagyon élvezték, hogy az a betűkocka az valóban mind három irányból más betűt mutatott. Próbálkoztunk 3D-szkeneléssel és különböző alkalmazásokkal, ennek azért még nem eléggé kiforrott a technikája, tehát eléggé, hát úgymond nyomi képeket kaptak, de hát valószínűleg ezek majd javulnak. Amikor a projektfeladatokat ők elvégezték, nyilván láttuk, akkor jelölték ezt azokban az ellenőrző listákban, és felrakták arra a mintaplakátra az egyes állomásokra, hogy melyik feladat hogyan sikerült, oda tettek videókat, illetve képeket, és ezt elő kellett adniuk a csoportoknak. Tehát ez lett a végtermék, ugyanakkor rengeteg más végtermék volt, például ugye áramkörök, 3D modell, a VR szemüveg, különböző maga ez a kis modell, a 3D-s hologram előkészítése, és mindegyik csoport végigment azon az úton, az időutazásban, ahonnan elindult, valahonnan a múltból, és megérkezett a jövőbe, ahol is a kezdő és a végállapot az ugye minden csoportnál egész más, és teljesen érdekes volt. Ezt pontoztam én a korábban kiadott értékelő táblázattal, és nagyon nagy sikere volt. Azt gondolom, hogy a fő célok azok teljesültek, és ha nem is rögtön ilyen nagy falatba, mint ez a projekt, de akár ennek a projektnek akár egy részét, egyetlen ágát is érdemes megvalósítani, és érdemes belekezdeni a digitális témahétnek a szervezésében. Itt látható, hogy ez volt ez a szűz plakát, amit mindenki megkapott, és aztán digitálisan, tehát ugye projektorral kivetítve adták elő, aktiválták a
videókat, a kódokat, és így tovább. Itt mutatták be azokat a munkákat, amiket a 3 nap alapján elkészítettek. Hát röviden ennyit szerettem volna mondani, hogyha bárkinek kérdése van, akkor azt szívesen megválaszolom, illetve ha az e-mail címre ír a később jut eszébe, akkor szívesen válaszolok rá. Van-e kérdés? Kettő közreműködő tanár volt, az osztályfőnök és én. Hát, ha valaki le van döbbenve, lehetséges, de mondom, itt azért nagyon sok projekt volt már előtte, és én se így kezdtem, hogy ilyen nagy projekt, hanem kicsibe kell elkezdeni. És nagyon fontos a tervezés, mert ha minden jól meg van tervezve, akkor az egy nagyon nagy élmény tanárnak, diáknak egyaránt. Az időbeosztás, az tekintve, hogy ők 11-esek, tehát nekik például volt 2 projektjük már, ugyanígy témahét, csak természettudományi témahét. Ők már 9. és 10. is volt egy témahetük, és tekintve, hogy az önálló munkavégzés, illetve az önszabályozásnak a fejlesztése volt a cél, még így is ez viszonylag kicsi idő, hogy 3 nap alatt kellett beosztani az időiket, azért jobb lett volna, hogy még hosszabb idő, de kellene ez. Úgyhogy az elején volt egy félórás bevezető, és 2 órát szántunk a plakátok bemutatására, hogy 7 csoport mire bemutatta. Az összes többi idő, tehát durván 15 óra, akkor nekik kellett beosztani az időjüket. Hát, hogy hány munkaóra volt az előkészítés, nem tudom, sok. Sok volt. De ezeket az értékelő eszközöket máshol is használtam már, tehát ha az ember egyszer kidolgozza, vagy letölti, vagy látja, akkor már könnyebben tud haladni. A többi órát ez úgy érintette, hogy nem volt többi óra. Tehát nekünk ez a pedagógiai programunkban benne van, ezt évelején eldöntjük, hogy ezen a témaheten részt veszünk, egyébként természettudományi témahét ezen kívül is van, idén is volt már ebben a tanévben, és lesz még egy, májusban is, és volt már egy szeptember végén is. Azon a 3 napon semmi más órájuk nincsen, ezzel a projekttel foglalkoznak, és a többi osztálynak rendes tanítás van, és szünetbe oda jönnek, hogy mi érdekes folyik a fizika és a Leonardo teremben. Köszönjük szépen, nagyszerű előadás volt, én mondtam, hogy így lesz. És akkor még látom, hogy van egy kérdés, vagy kettő, nyugodtan lehet válaszolni, és akkor hamarosan következik a második előadás Nemes Nagy Erikáé. Nem mindig egy osztály vesz részt, a legtöbb az 3 osztály 86 gyerekkel csináltam témahetet, ott 4 tanár is volt benne. Általában úgy csináljuk, hogy az egyiket biztos, hogy tanítom, és akkor hozzáveszünk olyan osztályokat is, akiket nem, illetve olyan pedagógus bevonni, aki még nem csinált ilyet, mert azt gondolom, hogy úgy a legjobb megtanulni, hogyha részese olyasminek, ahol már egy tapasztaltabb ember van. Tehát ez évelején dől el. De próbálunk figyelni arra, hogy nagyjából minden év folyam, egyszer, amíg ott van a gimnáziumban, végzősöket azért már nem szoktunk bevonni, egyszer legalább kerüljön rájuk a sor. De ez nyilván az is kell, hogy az adott tanároknak azért legyen akaratuk, hogy ez ebbe bekapcsolódjanak. De általában van, évelején ez eldől.
Ha nincs kérdés, akkor köszönöm szépen a figyelmet, és akkor átadom a Erikának a szót. Köszönjük szépen, nagyon jó volt, és következik akkor Erika. Kedves kollégák, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nem tudom, hogy lehet-e hallani, valami visszajelzést szeretnék kérni. Köszönöm szépen. Hamarosan feltöltődik a prezentációm, és akkor látni fogjátok ti is a képet, amit készítettem nektek. Addig is bemutatkoznék, Nemes Nagy Erika vagyok, és a Szegedi Szakképzési Centrum egyik iskolájában, a József Attila iskolában dolgozom, immáron 10. éve, és fontosnak tartom azt elmondani, hogy teljesen más diáksereggel dolgozom, mint Ágota, és a mi iskolánk olyan szempontból speciális iskola, hogy olyan gyerekek kerülnek hozzánk, akik máshonnan már lemorzsolódtak, kihullottak, vagy valami miatt nem tudták folytatni ott a tanulmányaikat. Azért tartom ezt fontosnak elmondani, mert nagyon sokszor azt hiszik a kollégák, hogy csak olyan gyerekekkel lehet digitális témahéten részt venni, vagy bármilyen ilyen nagyobb projektben, akik jól felkészültek, vagy jó képességűek. Nálunk a gyerekeknek a 70%-a sajátos nevelési igényű, és igenis lehet velük dolgozni, csak személyre szabott feladatokat kell készíteni, illetve sokkal inkább szükségesek az egyéni tanulási utak és a differenciálás. A mi projektünk a tavalyi évben a Nem Tabu címet viselte. A témaválasztásunkra vissza fogok egy kicsit később térni. Először általánosságban szeretnék arról beszélni, hogy hogyan is kezdünk mi hozzá egy projekttervezéshez. Mint ahogy Ágota elmondta, mi is hónapokkal előtte elkezdünk ezen ötletelni, hogy vajon mi legyen a téma, és általában valamilyen valós problémával próbálunk kiindulni. Nagyon fontos, hogy legyen egy jó ötletünk, egy jó témánk, ami érdekli a gyerekeket, és tényleg közel áll hozzájuk. Sokkal könnyebb az egyébként motiválatlan a gyerekeket bevonni egy-egy ilyen projektbe. A kivetítőn most azt látjátok, ami az előző évben, tehát a 2016-os évben készült digitális témahetünk terve volt. Ez úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen kisebb csapat verbuválódik nálunk össze a témahét tervezéskor az iskolában. Ennek a csapatnak a témától függően szaktanárok, a tagjai, az iskolai szociális munkások, az iskolapszichológus, a védőnő, és egy kis türelmet kérek, van egy technikai problémám, ezt mindjárt megoldom. Remélem. Igen. Tehát az iskolavédőnő, az iskolapszichológus, a szociális munkások és az érintett szaktanárok részvételével összeülünk, és egy ilyen ötletbőrzét tartunk. Ilyenkor leszűkítjük a felmerülő lehetséges témákat, és ezek után kérdezzük meg a gyerekeket arról, hogy ők mit gondolnak arról, hogy a felmerülő 5-6 téma közül mi lenne az, amivel ők szívesen foglalkoznának. Hát így lett ez egyébként a tavalyi témahetünknek a Nem Tabu a címe, hiszen a fő téma a szerelem és a szex volt, hiszen a kamasz gyerekeket leginkább ez érdekli.
és nagyon bátortalanul vágtunk először ebbe bele, hogy hogyan tudjuk azt a határt nem átlépni, ami még igenis tanulás, és nem megyünk el egy rosszabb irányba. De igen, bátran bele kell vágni szerintem az ilyen témákban is, hiszen ezekből tudnak az igazán érdekes projektek megszületni végül. Tehát kell egy jó ötlet, egy téma, ami érdekli a gyerekeket, amit magukénak éreznek a tanárok, a segítők. Kell egy jó szervező csapat, egyedül nem lehet témahetet csinálni, vagy legalábbis nagyon nehéz. Valami olyan valós életből vett probléma, ami a tavaly előtt nálunk a mi lesz veled a suli utáni élet volt, a tavalyi évben pedig ugye a szerelem és a szex, illetve próbálj minél több tantárgyat bevonni magába a témahétben. Amikor megvan a témánk, amit így kiválasztunk közösen a gyerekekkel, akkor ezt általában fő mérföldkövekre szoktuk bontani. Nálunk a témahét felépítése az úgy néz ki, hogy napi 5 órát foglalkoznak a témahéten résztvevő gyerekek az adott feladatokkal. Ez 5 tanóra, 5 napon keresztül, ezért próbáljuk a témát mindig úgy felosztani, hogy 5 ilyen nagyon mérföldkőre, és ezek több, kevesebb részfeladatokból állnak. A speciális igényeik miatt a gyerekeknek nálunk 20 perces az időtartam, amit egy feladat megoldására képesek így odafigyelni és koncentrálni, úgyhogy általában 20 percesek ezek a feladatok, és ezt úgy kell elképzelni a gyakorlatban, hogy 20 percig tartózkodnak egy adott helyszínen, majd van egy 5 percük, amikor átjutnak a következő helyszínre egy ilyen menetlevél alapján, ott megcsinálják a következő feladatot, vagy éppen ami a dolguk, és utána kimennek arra a 10 perces szünetre, ami van az órák között. Ez nagyon fontos nálunk, mert igénylik a gyerekek, hogy a napirendjük az ilyen módon ne boruljon fel. Ez egy teljesen bevált rendszer, és gyakorlatilag az összes témahetünk, egyébben azért nem csak digitális témahetünk van, általában 3 témahét van. Ott is egyre inkább adaptáljuk ezt, hogy 5 tanórát és 20 perces feladatokat kapnak a gyerekek. Amikor tervezünk, akkor átgondoljuk, hogy milyen rendelkezésre álló eszközeink vannak, illetve milyen bevonható szakemberek és külső kapcsolatok azok, akik részt tudnak venni magában a projektnek a lebonyolításában. Nagyon sok osztály vett részt az előző témahéten, és nagyon kevés szabad kollégánk volt, aki szabadon beosztható így állomásukra, és úgy tudtuk ezt megoldani, hogy 7 civil szervezet segített be az 5 nap alatt, volt amelyik többször is, és ezzel nagy terhet vett le egyrészt a szervezők, másrészt a tanárok válláról, és a gyerekek is sokkal aktívabbak voltak, mert változatosabb volt a program, de erre is lesz majd később évben néhány példa. Amikor projektet tervezünk, én is nagyon fontosnak tartom, hogy már az elején egy értékelési tervet dolgozzunk ki, mégpedig arra, hogy a projektmunka megkezdése előtt hogyan fogunk értékelni, mire leszünk kíváncsiak, illetve hogyan halad végig az értékelés a projekt során, amikor a gyerekek dolgoznak a projekten és különböző feladatokat hajtanak végre. Itt kapnak-e pontokat az egyes feladatra, milyen szempontok szerint kell a feladatokat végrehajtani, milyen értékelő módszereket használunk ehhez, illetve a projektmunka befejeztével hogyan fog zajlani az értékelés. Mi most ennél a projektnél a Be the Best nevű oldalt használtuk, ami mérföldkövenként, feladatonként tudta gyűjteni a pontokat, és egy ilyen látványos eredményt tudtunk hogy mutatni a gyerekeknek abból, hogy éppen ki hol áll, illetve a végén látszódott az, hogy ki mennyire sikeresen teljesítette a feladatokat. Az egész projekt során egy tanulási naplót vezettek a gyerekek, ezt mi is OneNote-ban készítettük el, azzal a különbséggel, hogy a digitális témahetünk első 3 napján nem volt az iskolában iskolai internet, ami azt gondolom, hogy egy ilyen gyakori probléma lehet a legtöbb iskolában, legalábbis én, akikkel szoktam beszélni, azért általában sajnos előfordul, de hát ha ez változni fog. Úgyhogy ilyen esetben mi mindig biztonsági tartalékként mobil interneteket szoktunk üzembe helyezni, ez 3 mobil internetet jelent egyébként,
és az első 3 napon simán elboldogultunk ezzel. A OneNote viszont emiatt ugye offline, OneNote-ot az offline használták a gyerekek, és már a kollégáim nagy részt döbbenettel vette azt így tudomásul, hogy mi már pedig igenis a nap elején odaadunk egy laptopot a gyerek kezébe, és az a csoport egész nap azzal a laptoppal fog feladatról feladatra járni, és a nap végén ezt be tudjuk gyűjteni tőlük anélkül, hogy ezek eltűnnének, hiszen ezek a gyerekek teljesen más környezetből és más értékrendet képviselve érkeznek hozzánk, és nagyon nehéz őket arra rászoktatni, hogy vigyázzanak az értékekre, és esetleg ne tegyék saját tulajdonukká. De természetesen a téma héten nagyon-nagyon ügyesen vigyáztak erre, és ez egy nagyon hasznos tapasztalat volt számukra. Az értékelések során ezeknek a gyerekeknek az áttekintő táblázat ez nagyon bejön, hiszen egyértelműen látják azt, hogy mit kell ahhoz teljesíteniük, hogy maximális pontszámot érjenek el. Így néz ki egy áttekintő táblázat, ez egy bemutató értékeléséhez készült, ez az első oldalon van egy másik is, és ez mind alkalmas arra, hogy a saját munkáját értékelje, akár még az alkotás folyamatában, alkalmas arra, hogy a társ értékelje, egy másik csoport a elkészült munkát, illetve alkalmas a tanári értékelésre is, hiszen ugyanazok a szempontok találhatók benne, és a tapasztalataink alapján ezt a gyerekek nagyon szeretik, hiszen egyértelműen tudják, hogy mi az, amit elvárunk tőlük, és ennek megfelelően sokkal jobb minőségű munkákat tudnak elkészíteni. Hát akkor jöjjön a téma, igazából a nem tabu. Ez egy kicsit megosztotta a nevelőtestületünket. A téma héten nálunk szinte az összes osztály részt vesz. Ebben az évben egyébként úgy terveztük, hogy mindössze 5 osztályjal csináljuk végig a témahetet. De a gyerekek annyira, miután megtudták, hogy mi a téma, annyira lelkesek lettek, hogy a végén 14 osztály részvételével sikerült lebonyolítani ezt. És így a kollégák nagy része is részt vett benne. Ebből volt némi konfliktus egyébként, hát volt olyan kollega, aki miután megismerte, hogy mi a feladat, ő azt mondta, hogy ő ebben nem szeretne így részt venni. Ez nem kell semmilyen extra dologra gondolni. Egyik ilyen példa volt a Szegedi LMBT Egyesületnek az élőkönyvtáros feladata, ahol a gyerekek a másik nemhez, illetve az azonos nemhez való vonzódásról beszélgethettek és kérdezhettek szabadon. És volt olyan kollega, aki azt mondta, hogy ő ezt így nem szeretné. Erre is fel kell készülni, hogy vannak ilyen esetek, belefuthatunk ebben is. Viszont a gyerekek részéről ez egy nem kötelező feladat volt. Nagyon pozitív volt a visszajelzés, és az önkéntesek részéről is nagyon hasznosnak bizonyult ez az élőkönyvtárazás. Tehát maga a projektünk egyik olyan alapproblémán alapult, hogy az iskolánkban elég gyakran előfordul az, hogy azért morzsolódnak le a szakképzésből a diákok, mert hogy korán teherbe esnek és gyereket vállalnak, és valami ilyen téren akartunk egy kicsit előre lépni. Egyrészt ismeretbővítés terén, másrészt pedig felvilágosítás, illetve megelőző prevenciós programok terén, de mindezt valahogy úgy szerettük volna, hogy ne az legyen, hogy kiáll valaki, és akkor elkezd az észt osztani a gyerekeknek, hanem hogy egy valami élményszerűen, ilyen J-élményt elérve, és mindezt a 21. századi készsége fejlesztésével ötvözve. A visszajelzések alapján egyébként ez gyakorlatilag úgy valósult meg, hogy a gyerekek észre se vették, hogy mennyi mindent tanultak, és talán ez az egyik legnagyobb eredménye a projektünknek. A téma az elég átfogó volt igazából. Elindultunk az udvarlás, szerelem, szex vonaltól egészen a fogantatásig, fogamzásgátlásig, nemi betegségekig, gyerekvárásig és majd a csecsemőgondozásig, és a végén sikerült egy Talán egy kis fénysugarat az alagút végén felcsillantani arra, hogy hogyan lehetne ezt a lemorzsolódást mégis
mégis megelőzni, vagy egy kicsit elősegíteni azt, hogy több gyerek tudja mégiscsak a szakmát befejezni. Mint már mondtam, a tanulók a projekt során csoportokban dolgoztak, és a OneNote tanulási naplóban rögzítették a kis feladataikat, illetve a megoldásaikat, és a feladatok végrehajtását azt mindig ellenőrző listák segítették, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy szóban minél több pozitív megerősítést kapjanak, hiszen az önbizalmuk az elég alacsony, és nagyon sok ilyen szóbeli értékelést és bíztatást kaptak tőlünk. Emellett ugye a Be the Best-ben gyűjtöttek pontokat, itt látszik a kis képen, hogy hogyan is kell ezt elképzelni. Ahogy gyűjtik az egyes feladatokért a pontokat a gyerekek, akkor egy összesített ilyen pontszámokat látunk, és rámenve egy-egy ilyen kis szigetecskére láthatjuk azt, hogy a különböző feladatokra hány-hány pontot kaptak a gyerekek. Gyorsan végig szaladunk néhány feladaton, az összes nem lesz szerintem időnk, de talán néhány ilyen kezdcsinálóként. Ugye az első mérföldkövünk az udvarlás és a párkeresés volt. Itt nagyon fontosnak tartottuk, hogy az online zaklatásról is beszéljünk, és hogy pontosan megbeszéljük azt, hogy mi a határa az udvarlás és a, hol a határa az udvarlás és a zaklatás között. Emellett volt mémkészítési feladat, egy ilyen példát láthattok itt a jobb oldalon, illetve kis film részleteket nézhettek az Eyewitness videóinterjúk, ahol hogyan is zajlott az udvarlás és a párkeresés régen. Ezek az Eyewitness videóinterjúk, ezek a Zahor alapítványnak a gyűjteményében találhatók, és gyakorlatilag holokauszt túlélők visszaemlékezései itt tartalmazzák, a teljes életciklusukra vonatkozva, és ebből egyébként nagyon jó szívvel ajánlom az osztályfőnöki órára rengeteg olyan témát és részletet tudtok kiválasztani, ami hasznos lehet akár olyan kapcsolatban is, hogy a milyen volt az élet mondjuk az 50-es években, vagy 60-as években. Tehát ebből választottunk néhány ilyen kis részletet. Hát megdöbbentek a gyerekek, hogy mennyire más volt a szülők részéről a párkereséshez való hozzáállás. Voltak természetesen táncos feladataink, illetve hát nagyon fontosnak tartjuk szintén azt, hogy a zaklatásról beszéljünk. Ezzel kapcsolatban különböző társasjátékokat és egyéb feladatokat kaptak a gyerekek, és minden egyes feladat leíráshoz tartozik egy ellenőrző lista. A mi esetünkben egy picit egyszerűbbnek tűnik, mint az águtáiknál, hiszen nálunk nagyon fontos, hogy minden egyes feladat leírás világos, egyértelmű, rövid, legyen nagyon jól tagolt, és minél kevesebb olvasandó szövegből álljon, hiszen a gyerekek nagy része, mint már említettem, sajátos nevelési igényű. És ugyanúgy, ugyanaz a OneNote felületet használjuk, mint águtáik, tehát egyszerűen csak egy pipával tudja jelölni a gyerek, hogy mi az a feladat, amit már végrehajtott. Itt láthattok egy szituációs feladat leírását, tehát világos, egymástól viszonylag távol elhelyezett mondatok, és hát remélem azért látszik, hogy a gyerekek ezt nagyon, nagyon élvezték, ezeket a feladatokat. Illetve a OneNote-ban van egy ilyen lehetőség, hogy videókép rögzítése, tehát gyakorlatilag a feladat az úgy nézett, hogy húztak egy ilyen szituációt, amit eljátszottak, és ezt rögzítették videóformájában, aztán ezt visszanézték, és közösen megbeszélték a ott feladatot segítő tanárral. Szófelhőkészítő feladatunk is volt, ugye ehhez a témához kapcsolódóan, szintén azt láthatjátok, hogy néz ki egy ilyen feladatleírás, és ugye itt fölül pedig látszik a különböző fejezeteknek a különböző fejezetek. Második mérföldkő, tehát ez a következő napon már a szerelem, a szex és a nemi betegségek témakörét leálltuk körbe. Itt használtunk a különböző applikációkat, az egyik egy
kiterjesztett valóságos alkalmazás, amit itt látható. Ennek az a lényege, hogy az emberi testnek egy nyomtatott kis papíron lerakjátok mondjuk egy felületre, és felé tartjátok a valamilyen mobileszközt, ugye mi esetünkben ez egy tablet volt, a kamerával beolvassátok a képet, akkor nem csak azt a képet fogjátok látni, ami a lapon található, hanem megjelenik egy plusz információ, ebben az esetben az emberi test három dimenzióban, és ezt lehet nagyítani, kicsinyíteni, különböző szervrendszereket megjeleníteni csak rajta. Nagyon hasznos és nagyon tanulságos volt ez a gyerekeknek, bár egyébként ezt tanórán is használják, de néhány osztály még nem ismerte. Illetve a mozaiknak van egy emberi test alkalmazása, amit pedig VR szemüvegben néztek meg a gyerekek. Ez is egy hatalmas élmény, érdemes kipróbálni. A programozást is sikerült becsempésznünk, bármennyire is hihetetlen ebbe a témában. Talán a digitális témahét szervezésének és tervezésének a legizgalmasabb része a tanári szempontból az, hogy a rendelkezésre álló eszközeinket hogyan tudjuk a témának megfelelően beilleszteni a magába a projektbe. Most a Mikrobit eszköz kapcsán azt találtuk ki, hogy egy kódolt üzenetet kellett készíteni. 20 perc alatt meg tudták ezt oldani azok a gyerekek, akik korábban még soha nem programoztak. Ehhez azért volt segítségük, de számomra is döbbenet volt, hogy mennyire gyorsan tudnak egy-egy ilyen kis programot megalkotni. De gyakorlatilag úgy kell ezt elképzelni, hogy egy ilyen egyszerű online felületen különböző programelemeket húztak be egy felületre, azt rátöltötték erre a kis eszközre, amit itt az alsó sorokban láttok, amit mondjuk, hogyha megráztál, akkor kiírta azt, hogy szeretlek, és egy szívecskét például. Nagyon egyszerű, és annyira közel hozza a gyerekekhez a programozást, és úgy érzik, hogy ezt tényleg bárki meg tudja csinálni. Nagyon hasznosak, bár mondjuk lehet, hogy első körben nem tűnik annyira értelmes feladatnak, de mégis bele tudjuk csempészni egy picit az informatikát, a programozást, és megértetni velük, hogy attól, hogy ők mondjuk szakképzősök, attól még ők is tudnak programozni, és ez nem egy olyan hatalmas, nagy, nehéz feladat, legalábbis a programozás alapjai. Szintén fontos az, hogy a minél több külső szakembert bevonjunk, szerintem egyre inkább növeli a projekt értékét. Ezek a mi esetünkben civil szervezetek voltak, de ez akár lehet szülő, vagy valamilyen helyi cégnek a szakembere. Ezen a napon a Partiscon Egyesület egy szociófilmklub nevű kis programjával érkezett hozzánk, az Egészséges Erotika című filmből választottak egy részletet, és azt követte egy ilyen élményfeldolgozó óra, illetve az indulásképp szövetkezet volt még, aki foglalkozást tartott a gyerekeknek. Ezek mind nagyon tanulságosak, és a projekt után sem szakadt meg a kapcsolatunk, sőt, egyre erősebb és rendszeresebbé váltak ezek a külön foglalkozások a gyerekeknek, és ami még talán nagyon fontos lehet, hogy ezek az emberek civil szervezet révén teljesen ingyen jöttek, és nem, igazából nem kértek tőlünk sem pénzt, sem egyéb dolgot utána, és szerintem ez egy annyira jó üzenetet közvetít a gyerekek számára is, hogy ők is el tudtak indulni egy kicsit az önkéntesség a irányába aztán később. Természetesen sokféle feladatot készítettek a gyerekek is, illetve az ő tudásukat mértük föl különböző feladatokkal, ehhez a tankockákat használtuk, illetve készítettek közösen együttműködve egy ilyen online kis táblát például a hírességekről, akik különböző nemi betegségekben szenvedtek, például a Padlet felületen. A következő napon a fogantatás és a fogamzásgátlás volt a téma, itt a védőnő és az iskola pszichológus bevonása történt meg, illetve itt is tankocka feladatokkal, illetve sok-sok egyéb más feladattal készültünk. Itt is egy külső
meghívott vendégünk volt, akik animációt készítettek a gyerekekkel, és ezt a képet azért tettem be, mert azt is szeretném mutatni, hogy nem csak digitálisan lehet animációt készíteni, gyakorlatilag rajzokból készítettek egy ilyen egyszerűbb animációt. Ami még nagyon fontos, hogy aki segített nekik az edit, ennek a feladatnak a végrehajtásában, ő feltöltötte a gyerekek engedélyével aztán a saját Facebook oldalra, és minden egyes kis animációhoz egy ilyen nagyon kedves, néhány soros gondolatot fűzött hozzá. Ez annyira pozitívan segítette aztán a gyerekeket, és hihetetlenül növelte az önbizalmukat, sokkal bátrabbak voltak utána a feladatoknál. Kezdetben nagyon nagy problémát okozott az, hogy például mondtak, hogy nem tudnak rajzolni, de hát aztán csak sikerült őket rávenni erre a feladatra. A különböző ilyen projekt értékelésnél, vagy tudásszintmérésnél nagyon jól alkalmazható a Kahoot nevű alkalmazás, gondolom sokan ismeritek, és azért látszik, hogy a gyerekeknél ez egy nagyon-nagyon nagy élményt jelent, és előtör belőlük mindig a versenyszellem. Tehát ő ezt is nagyon jó szívvel tudom ajánlani. A következő ilyen napunkon az új élet kezdete volt a téma, ahol szintén különböző feladatok vártak a gyerekekre, és itt egy videóval kezdődött a napjuk, a videó megnézése után pedig egy tesztet kellett megoldaniuk, és itt is látszik, hogy egy ilyen ellenőrző lista minden egyes feladathoz elkészült, és ez alapján kellett feladatokat elvégezniük. Ezután volt egy Sway készítési feladat is, ahol gyakorlatilag a különböző állatok vemhességével, illetve a születésével foglalkoztak. A Sway az egy online prezentációs eszköz, nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, mert viszonylag egyszerűen szerkeszthető, és maguk a képek, amiket a prezentációban használunk, az kereshető eleve úgy, hogy csak jogtiszta képek kerüljenek magában a prezentációban, és néhány kattintással rendkívül látványos bemutatót lehet készíteni. Az utolsó napunkon ez egy picit rövidítettebb nap volt, hiszen az első 3 órában járkáltak a gyerekek így állomásról állomásra. Itt már a csecsemőgondozás volt a téma. Ez kevésbé volt digitális, bár azért itt is be tudtuk csempészni a csecsemőgondozással kapcsolatos feladatokról kellett például gondolattérképet készíteni, de azért a csecsemőgondozásról leginkább ugye gyakorlatban lehet ismereteket szerezni, tehát itt babapelenkázástól és egyéb gondozástól ez a mindenféle feladat volt. Illetve hát a gyerekek egyik nagy kedvence, ez a gyerekszoba tervezés. Ehhez a képen látható programot használtuk. Szintén a OneNote-ban volt a feladatleírás, és egy egyszerűen oldalról be kell húzogatni a kiválasztott tárgyakat, beállítani a falszíneket, hova kerüljön ablak és egyebek. Ez egy rendkívül népszerű feladat volt szintén, és nagyon-nagyon szép rajzok születtek a gyerekek részéről, és szintén 20 perc alatt elboldogultak egy-egy ilyen feladattal. A minden egyes témahéten szoktunk használni egy bizonyos feladattípust. Ez a QR, mi egy QR kódos keresztrejtvénynek hívjuk. Ennek az a lényege, és azért is beszélek erről, mert egy nagyon egyszerűen, nagyon pici technikai igénnyel megoldható feladat, viszont nagyon szeretik a gyerekek. Úgy kell elképzelni, hogy készítünk egy keresztrejtvényt, aminek a meghatározásait rejtjük el a QR kódokban, és ezeket elrejtjük az iskola különböző pontjaira. Arra kell figyelni, hogy a kódnál, vagy amikor beolvassa a gyerek, vagy amikor kiragasztjuk, még akkor rányújtassuk a kérdés sorszámát, hogy tudja, hogy melyik kérdésnek a meghatározása az. Tehát gyakorlatilag úgy működik, hogy beolvassa a kódot,
kódban megjelenik mondjuk az, hogy vízszintes 4, és a maga a meghatározás, és a keresztrejtvénybe pedig a megoldást írja bele. Ez a keresztrejtvény, ez egy tankocka keresztrejtvény egyébként, de lehet egy papír alapú keresztrejtvény is. Ez nagyon hasznos egyébként órára is, szerintem egy remek kis ötlet, hogy feldobja teljesen a tanórán. Néhány civil szervezet, aki részt vett, és eljöttek aztán az utolsó napra is. Nagy részükről már beszéltem, egyedül a déli parti szervezről nem. Ők gyakorlatilag arról beszéltek, hogy hogyan lehet biztonságosan bulizni, és hoztak különböző ilyen szemüvegeket, ami alkoholos hatást, illetve droghatást szimulál a gyerekeknél. És akkor például ilyen szemüvegben kellett nekik dzsengázni. Tehát nagyon kis érdekes feladatok voltak, amik mondjuk nem feltétlenül digitálisak, de sokat adtak hozzá magához a témahetünkhöz. És az utolsó napon mindig azt szoktuk kérni a gyerekektől, hogy készítsenek egy ilyen kis élményfilmet arról, hogy érezték magukat a témahéten, ugye folyamatosan fotóznak, sőt, hát posztolnak is ugye különböző közösségi oldalakon, és ezekből a fotókból készítenek egy-egy kis filmet, és a végén a tanulási napójukkal együtt ezt is bemutatják. Maga a projekt zárása az úgy történt, hogy egyrészt hogy ezeket a csoportnaplókat értékeltük, illetve a elkészített produktumokat, amiket még korábban nem mutattak be, azokat mutatták be, illetve a BeTheBest alapján volt egy ilyen rövid eredményhirdetés, illetve a különböző értékelő táblázatoknak a kitöltése történt meg, és ami miatt szerintem nagyon sikeres volt a projekt, hogy maguk a gyerekek fogalmazták azt meg, hogy ha már mondjuk nem sikerült a fogamzásgátlást megoldaniuk, és mondjuk kisgyermeket vállalta az anya, akkor is tudja folytatni a szakképzését, hogy jó lenne erre egy szoba az iskolánkban. Úgyhogy ebben a tanévben kialakításra került a cseperedő szoba, aminek az a lényege, hogy amíg a gyermek a gyakorlati foglalkozáson, vagy a szakmai elméleti órákon részt vesz, addig a kisgyermekét ebben a szobában egy szakképzett gondozónői felügyelet alatt tudhatja. És azt gondolom, hogy ez nem csak a projektől jött egyébként, ez egy korábbi évekkel ezelőtti ötlet volt már, de a projekt hatására felerősödött, és elindult egy olyan típusú munka, ami megvalósuláshoz vezetett végül. És hát erre nagyon büszkék vagyunk egyébként. Én ennyit szerettem volna elmondani így a projekttel kapcsolatban, és hogyha van kérdés, akkor hát várom sok szeretettel, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen az előadást, nagyon klassz volt ez is, és én is nagyon gratulálok az eredményhez, és ehhez az ötlethez, különösen ehhez a szobához. Ha van kérdés, akkor tegyétek föl. Nekem van egy kérdésem mind a két előadónkhoz, mégpedig az, hogy az idei témahéten van-e valami ötletük, amit már megoszthatnak a kollégákkal? Mit fognak idén megvalósítani, vagy milyen témán gondolkodnak? Nálunk az idén egy picit másképpen alakult a helyzet. Most nem én fogom szervezni a digitális témahetet, egy új, nagyon kis aktív kollégánk. Segítjük mindenben, ő egy picit más irányban gondolkodik, mint ahogy mi eredetileg gondolkodtunk. Az eredeti ötletünk egyébként a tolerancia témakör körbejárása lett volna, hiszen nálunk a középsős értelmi fogyatékos gyerektől kezdve a beilleszkedési, tanulási, tartászavarosig mindenféle gyermek van, és talán ez egy jó téma lett volna.
egy picit most teszegeljük, és a digitális állampolgárság irányába fognak elmenni a kollégák, ha jól tudom. És átadnám a szót Ágatának. Igen, mi is készülünk, és most egy olyasmit próbálok, ami még nem volt. A testemet és a sportot fogjuk bevonni. Az emberi testet, ha mint gépet képzeljük el, akkor az irányba szeretnénk kutakodni, az egyik irányba, hogy az emberi teljesítő képesség az hogyan függ a testalkottól, illetve hogyan növelhető, és esetlegesen mi a határa. Köszönjük szépen mind a két előadást, és akkor hát várunk a következő héten is mindenkit a digitális témahét webináriumon.